Amerikában rendezett Belmont ultrafutó verseny. Ez egy gyakorlatilag az aszfaltos ultrafutásnak a csúcsa, a világ egyik legnehezebb ultrafutó versenyének mondják számomra. Ez azért volt fontos, mert Európában már a legnehezebb versenyeket, ultratávú versenyeket teljesítettem, és szerettem volna egy olyan kihívást keresni, ami valami módon túlmutat ezeken a versenyeken nehézségben. Itt 217 kilométerről van szó. A nehézséget számomra nem a táv adta, hanem a ottani klíma, ugyanis ez a nevadai sivatagban a halálvölgyében rendezett verseny, ahol éjszaka volt 40 fok fölött, illetve nappal közel 50 fokos, néha 50 fölötti hőmérsékletben futottunk. Szintén egy nehézséget jelentett ezen a versenyen magas szintemelkedés, hiszen 4500 pozitív szintemelkedés volt a versenyen, három nagyobb hegyen kellett átmennünk. Itt a versenyben az a nehéz egy európai futó számára, hogy a körülmények, hogyha nem tud sivatagi körülmények között készülni, de nem tud utazni ilyen helyekre, akkor meglehetősen nehéz ezekhez adaptálódni, illetve hát valamilyen szinten egy ugrás az ismeretlenbe az, hogy a testünk hogyan fog reagálni ezekre a kihívásokra. Azt gondolom, hogy teljesen jól sikerült a felkészülésem. Nekem nem volt lehetőségem arra, hogy sivatagi körülmények között edzek, hiszen azon kívül, hogy az ultrafutást csinálom, van egy családom, tehát három fiam, illetve dolgozok is fogorvosként, tehát szóba sem jött az, hogy utazzak a felkészülés miatt. Egy európai szinten meglehetősen kemény felkészülést csináltam végig, szaunában végzett futóedzésekkel, illetve nagyon sok kiegészítő dologgal, amit direkt célirányosan a verseny miatt végeztünk. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült. Nekem itt nem volt semmiféle időtervem, illetve helyezésbeli célom pont amiatt, mert nem is lehet, mivel nem ismertem, hogy hogyan fogok reagálni a dolgokra. Mindenek ellenére első európai befutó voltam a versenyen, negyedik nő lettem. Itt 95 indulóról van szó, akinek a mezőny harmada nő, tehát ez egy elég előkelő helyezés volt, és számomra nagyon jó visszajelzés a felkészülés sikerességét illetően, hogy előttem csak olyan futónők érkeztek be, akik már többször teljesítették a backwater, tehát volt tapasztalatuk, illetve mindannyian amerikai